Novák Katalin hazudnak nevezte a holland keresztény demokratákat, mert a Fideszt bírálták. Csengel Karina cikke a Mérce oldalán. Egyre feszültebb a hangulat az Európai Néppártban, amióta több tag is jelezte, az Orbán kormány átlépett egy határt. Nemrég Angela Merkel pártja, Acsdus adott két feltételt annak, hogy a Fidesz a néppártban maradhasson, ugyanis nem nézik jó szemmel a stopsorost és a civilek jogainak korlátozását. Az egyik feltételük ezért az, hogy a kétharmados törvény módosítása előtt várják meg a Velencei Bizottság álláspontját és fogadják meg annak változtatási kérelmeit. A másik pedig, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a CEU Budapesten maradhasson. Merkelék mellett a CDA holland kereszténydemokrata párt is fogalmazott már meg korábban bírálatot a Fidesszel szemben, szombaton viszont egy egészen határozott lépést tett. Indítványt fogadott el a Fidesz tagságának átmeneti felfüggesztéséről, ha pedig továbbra is az Európai Néppárt tagja akar maradni, vissza kell térnie korábbi politikájához, amivel megbecsült tagja lehetett az Európai Parlamentnek. Erre válaszul most kivételesen nem Szijjártó Péter sértegette a holland keresztény demokratákat, de helyette már-már szijjártói hangnemet megütve írt levelet nekik a Fidesz alelnöke és családügyi minisztere, Novák Katalin. Levelében gyakorlatilag a CDA minden állítása elé odaírta, hogy az hazugság, ellenérveit viszont nem ismertette a párttal. Szerinte a CDA hazudik akkor, amikor azt állítja, hogy a most zajló alaptörvény módosítás veszélyes a jogállamiságra és a demokráciára. Hazudik, amikor azt állítja, hogy az alaptörvény módosítás veszélyezteti a bírói függetlenséget, a sajtószabadságot és a civil szervezetek függetlenségét. Hazudik, amikor azt állítja, hogy az alaptörvény módosítás korlátozza az alapvető szabadságjogokat. Hazudik, amikor azt állítja, hogy a Fidesz szembefordult az európai együttműködéssel. Hazudik, amikor azt állítja, hogy a Fidesz kampányában szándékosan hamis tényeket közölt. Hazudik, amikor azt állítja, hogy a Fidesz kormányfőjelöltje bosszút ígért az ellenzéknek. Novák számon kéri a párt vezetőjét, hogy miért nem ismertette az aggályait a 7. alaptörvény módosítással és a stopsoros törvénycsomaggal kapcsolatban 2 héttel ezelőtt, amikor Szófiában találkozott Orbán Viktorral. Szerinte szándékos hazugságokról van szó a valótlan kijelentések tömeges előfordulása, a megfogalmazás módja és amiatt, hogy a kormány a holland kereszténydemokrata párt határozatáról a médiából értesült. Végül közli, a CDA hazugságait a Fidesz visszautasítja, egyben felszólítjuk a CDA vezetését, hogy kérjen bocsánatot a Fidesztől. Amíg ez nem történik meg, a Fidesz felfüggeszti minden kapcsolatát a CDA-val és megvonja támogatását a párt jelöltjeitől. Úgy tűnik, Novák igencsak felbátorodott az Unióval szemben, legutóbb például azt állította, az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága alaposabb előzetes vizsgálat nélkül előre megírja a jelentéseit, ezért nem tulajdonít nagyobb jelentőséget a kritikának.